Második alkalommal tartották meg a pedagógus pikniket a zöld táborban. A programok közül idén sem maradt ki a főzőverseny. A hagyományos magyar ételek mellett igazi gasztronómiai különlegességekkel is készültek a csapatok. Nagyon sok finom ételek készülnek a mai napon is. Vannak hagyományos ételek. Mi jelenleg lecsót készítünk, jó kis vadkolbásszal fűszerezve. Természetesen vannak, akik egyéb főzési tudományokat akarják bemutatni, mint például valami francia étel különlegességek is készülőben vannak. A főzés mellett más programok is várták az óvónőket, dadusokat, karbantartókat és gazdasági ügyintézőket. A tűzoltók bemutatója mellett például óvónői spártánt is tartottak a csónakázó tónál. Fontosnak tartom azonban, hogy a kollégák megismerjék egymást egy olyan kötetlen és szabad szervezeti keretben, mint most. Miről szól ez a mai program? Főznek a tagovodák, ők készítik a mai napra az ellátmányt a dolgozóknak. Aztán egy pedagógus pártánt is hirdettünk, mert az óvodapedagógus nem csak szívkirálynő, hanem azt gondolom, hogy erős fizikummal is kell, hogy bírjon. Amint egy 200 résztvevőt a Humán Bizottság elnöke is köszöntötte, aki elmondta, fontos, hogy a pedagógusok kötetlen rendezvényeken is találkozzanak, még jobban megismerjék egymást. A pedagógus nap ünneplése fontos, mert a segítő szakmákban a kitépet begy utánpótlása az fontos. Akár egy ilyen közösség összetartó tréninggel és ünneppel szívesen veszek rajta részt, mert hívtak, és úgy illik, hogyha vendégségbe hívják az embert, akkor ott legyen és helytálljon. A második pedagógus pikniken is kiváló volt a hangulat. A tervek szerint jövőre is megtartják az Együtt az óvodák mottójuk programot.